Visegrádon jártunk a hosszú hétvégén. Pécsről IC-vel utaztunk Százhalombattáig, ott átszálltunk a kelenföldi közlekedő vonatpótló autóbuszra. Onnan átmetróztunk a nyugati pályaudvarra, ahonnan tovább indultunk Nagymarosra. A vonatról leszállva csak 10 percünk maradt, hogy feltülekedjünk a kompra, ami alig újabb 10 perc alatt áthajózott velünk Visegrádra. A vonatúton nem nagyon volt kedvünk fényképeket készíteni és mobilfilmezni sem, de a Dunakanyar már lázba hozott bennünket. A Révtől alig 800 méterre volt a szállásunk Visegrád belvárosában, így hamar elfoglalhattuk az előre kibérelt kis apartmanunkat. Elfáradtunk az úton, de a vidék varázsa miatt szinte azonnal felkerekedtünk, hogy egyrészt visegrádi lakosnak érezhessük magunkat, másrészt pedig már a délutánba hajlott az idő, ezért ideje volt a gyomrunkat is megtömni. A Don Vito pizzériával szemben találtunk egy régiségeket árusító boltocskát, amit természetesen nem tudtunk kihagyni. A tulajdonossal beszélgetve kiderült, hogy valamikor a 90-es évek közepén történelem szakon végzett a Pécsi Egyetemen, ezért nagyon megörült nekünk, akik Pécsről látogattunk el hozzá. Végül kikötöttünk a 30 fokos melegben az étterem teraszán, ahol természetesen a közös családi szelfi sem maradhatott el. Az elfogyasztott estebéd után elindultunk felfedezni a kisváros látnivalóit, valamint megcsodáltuk az ottani és a túlparti csodás hegyvonulatokat, majd a Dunakanyar elképesztő látványában gyönyörködve ért el bennünket a Dunaparti lassú napnyugta. Másnap már kora reggel talpon voltunk, megreggeliztünk, majd az apartmanunktól alig 50 méterre kezdődő Kálvária lépcsőn elindultunk felfelé, hogy az erdőn átvezető ösvényen haladva feljuthassunk a fellegvárba. A szikrázó napsütéstől az erdő hűs lombjai megvédtek bennünket, de a meredek kaptató nem kímélte lábainkat és városi tüdőnket. Néha meg kellett állnunk egy-egy rövid pihenőre, ekkor a lombok közül kibukkanó, lábunk alatt elterülő vidékben gyönyörködtünk lihegve. Utunk során végighaladtunk a krisztusi stációk állomásai előtt, amelyeket oszlopos domborművekkel ábrázoltak az alkotók. Hosszúnak tűnt a majd 40 perces erdei séta, de végül fellélegezhettünk, amikor a fellegvár alatti parkolót megpillantottuk.
Mivel időközben megszomjaztunk, ezért megtámadtuk a parkoló melletti kis büfét, hogy szomjunkat oltva megpihenjünk pár percre. A büfé asztalainak feliratait szemügyre véve felismertük, hogy a nyomda ördöge még az ilyen magasságokban sem pihen. Az újabb családi szelfi itt is elkészült. Mivel aznap pont a hónap utolsó vasárnapja volt, így a családoknak belépő díjmentesen lehetett belépni a fellegvárba. Ez egy pozitív meglepetés volt számunkra. A várból való kitekintés óriási élményt nyújtott. A mecsek egyszerűségéhez szokott szemünk csak úgy falta a kanyargó Duna és pazar környékének látványát. A kedvező időjárás miatt messzire elláthattunk. Olyan sokan tolongtak a várfalnál, hogy nem is sikerült olyan családi fotót készítenünk, amin csak mi magunk vagyunk. Újabb lépcsőkön felkaptatva juthattunk fel a felső várrész romjai közé, ahol megnézhettük a különböző életképeket a vár korabeli életéről. A panoptikumban lévő életű viaszbábuk kimerevítették a történelem egy pillanatát számunkra. Láthattuk a korabeli 1335-ös visegrádi király találkozót felevenítő lakomát a királyokkal, Károly Róbert magyar, Nagy Kázmér lengyel és luxemburgi János cseh király volt jelen ezen, és a lovagokkal, valamint bepillantást nyerhettünk az uralkodói táncmulatságba is. A következő termekben a középkori harci eszközöket és ruhákat nézhettük meg, és bepillanthattunk a királyi vadászat életképeibe is. Fellegvár legmagasabb csúcsáról ismét körbe tekinthettünk, de mi fiúk természetesen nem hagyhattuk ki a kalodákat. Mivel az ebédidő ismét közeledett, így feltöltődve az élményekkel lassan elindultunk vissza a városba, miközben a fölöttünk magasodó várfalakról le sem tudtuk venni a szemünket. A hegyről most másik útvonalon haladva mentünk le, hogy megnézhessük a Salamon tornyot, ami már igen közel fekszik a Dunaparthoz. Ez az alsóvár a kaputoronnyal és őrtornyokkal megerősített erődítés falakból és egy nagy lakótoronyból állt, amely egyszerre volt uralkodói szálláshely, ispáni lakóhely és katonai feladatokat ellátó erődített épület.
Az alsó várat a fellegvárral, tornyokkal megerősített völgyzárófal kötötte össze, mely egészen a Dunaparti őrtoronyig húzódott. A völgyzáró falakon átvezetett a Budát és Esztergomot összekötő középkori országút, a vár egyik fontos feladata ugyanis az országút és a dunai hajóforgalom ellenőrzése volt. A Dunaparton magasodik Mátyás király múzeuma, a királyi palota. A palota története akkor kezdődött, amikor 1323-ban Károly Róbert a királyi udvart Visegrádra helyezte, ekkor kezdett építkezni a városban. Pontosan a palotával szemben a Duna partján alakították ki a Mátyás király játszóparkot, ami hamar a helyi és a városba látogató gyermekeknek a kedvence lett. Noel itt azonnal csatlakozott is egy csoport gyerekhez, hogy belevesse magát az önfelett játékba. Míg ők órákig hancúroztak, addig mi szülők hüssöltünk a park fái alatt elhelyezett pihenőpadokon. Mivel ez a nap is hamar elszaladt, lassan elindultunk a Dunapartján sétálgatva a révkikötőbe, hogy elfogyasszunk egy könnyű vacsorát a Plintenburg étteremben. Ott ért bennünket az újabb napnyugta is. Gyönyörködtünk a csendesen vonuló Duna esti neszeiben és a túlpart kigyulló fényeiben, de a szállásunk felől ekkor meghallottuk, hogy hangol már a zenekar. Így hamar belecsöppentünk az ingyenes bikini koncertbe. Mivel Noel az iskolai rajzórán feladatként azt kapta, hogy kapukat, bejáratokat, ablakokat fényképezzen, ezért Visegrádon a sétáink alkalmával árgus szemmel kerestük a témákat, melyekből fiunk el is készítette a maga kis PowerPointját. Másnap elérkezett a hazautazás napja, így reggel gyorsan összepakoltunk, majd a házi nénivel való közös fotózkodás után elindultunk, hogy elérhessük a Nagymarosba visszafelé tartó kompot, hogy azután elkezdjük a hazafelé tartó vonatozást. Visegrád csodálatos hely. Aki teheti, utazzon el oda legalább egy hétvégére, mert a családias hangulatú kisváros jó kikapcsolódást nyújt minden korosztálynak. A történelmi fellegvárhoz való kirándulást akár gyalog, akár autóval vagy autóbusszal is megtehetjük. A természetbarátoknak az erdei ösvényeket ajánljuk.
A Dunakanyar hangulatához semmi sem fogható. Egy biztos, ezt élőben mindenkinek látnia kell. Erre mi sem lehetne szebb bizonyíték, mint Marosi Tamás drónnal készített felvételei, amit úti filmünk méltó lezárásához használtunk fel. Got it.